Sziasztok, én Dévi vagyok, és ez nem más, mint a Junkyard Track, és pontosan itt tartottunk a legutóbbi részben is, amikor is hát meglett a platós autónk, és hirtelen sokkal több barátunk lett, igaz? Ugye, hogy igaz? És egyből szólnak, hogy hallod, gyere már! Ez csak arra fér fel, segíts már elvinni. Most jelen esetben kettő kanapét igazából, és egy darab dohányzó asztalt a közeli szeméttelepre. Szerintem ezzel túl nagy probléma nem lesz. Egyelőre ezzel még csak így szokjuk a kis gépet. Ha csak nem lesz addig nagyon érdekes út, várjál, arra kell menni, nagyjából úgy emlékszem. Jó, de nem ezen. Nem ez az az út, egy picit beszartam volna, hogyha erre kéne vinni. Egy kicsikét odébb, és ahogy látom, itt is vannak a kukászsákok, szóval lassan kukásautót is játszhatunk majd. Aha, ez lesz az. Ott álltunk, meg mindenki ott van? Persze. Mintha odaragasztották volna őket. Tízes tábla kint, hát persze ilyenekkel nem foglalkozunk. Mondjuk azért érdemes vele foglalkozni. Mennyivel megyünk? 40-nel? Ó, jó van akkor. Nagyon fontos információ, amit úgy kiszűrtem kommentek közül, mert már itt is érkeznek a spoilerek, szóval annyira nem szeretem olvasni, de egy-kettőt láttam, mi szerint a space a fék, nem pedig az S. Én meg eddig szétnyomtam az S betűt, már majdnem átnyomtam a billentyűzeten, és hát nem nagyon sikerült vele semmit sem elérni. Néha így rányomtam a space-re is, mert általában az a kézi fék, és akkor furcsán néztem, hogy így miért fékez jobban a kéziféktől, de na mindegy. Most már így legalább tudom is, hogy mit csinálok, szóval space, és megállunk. Mondjuk ebbe már, mintha az S-sel is jobban fékezett volna. Fura. Na mindegy. Hello, uram! Tehát gyönyörű, fák, szép természet, és az uram, aki hát hatalmasnak kényelemmel, úristen, hogy rám nézett. Uram, nem nézne a szemembe? Tehát, hogy nem az ide. De mindegy, hát oda nézel, ahova csak szeretnéd. City is gonna be all over me with this. Okay. Just put the fucking bags in a receptacle. Jó, hát nem túl beszédes a barátunk, azt kell, hogy mondjam, de gyönyörű. Tehát, hogy tényleg. A búvárruhába dobott vasgolyó. Igazából, de ezzel nem foglalkozunk. Hát így szép, ahogy van. Hova kell rakni a szemetet, gondolom, ebbe a konténerbe. Igen, és te majd azért nekem fizetsz akkor? Tehát, hogy gondolom, akkor ide kell majd hozni a szemetet is, mert te vagy az, aki akkor eltörted a kukásautót. De gondolom, akkor ezzel is kapok majd 1-2 forintot. Már nem tudom, hogy minek, szemét. Na, tetszik? Bocs. Eltűnt. Oké, szóval pénzt nem kaptunk, de legalább eltűnt. Ha jól láttam, legalábbis nem kaptunk pénzt. Figyelj, pedig jönnek a rezsijárak, ezzel aztán lehetett volna fűteni. Nem gondolod? Egy pár forintot adtam volna, na mindegy. Akkor már így megismerkedtünk itt a szemetes szeméttelepel. Akkor szedjük is össze azokat a zsákokat, meg újságoljuk el a barátunknak, hogy hát a bútorok eltűntek. Hoppá! Az olajnyomás ledünk már nem világít. Nincs is szebb attól, mint amikor egy autó megjavítja magát, nem? De egyszerűen csak volt baj, nincs baj. Uiii! Jaj! Óvatosan. Ha már így itt vannak ezek a szemetek, akkor már kiszállok és felkapom őket. Szerintem így egybe el tudjuk vinni azt a 10 darabot. Nem igazán lesz ezzel probléma. Anyába felfér ez. Na? Mizu? Hey, there you are. Thanks for doing that. I got tired of being a free storage service, you know? Here's some cash for that. Egy kis pénzecskét is kapunk, oda le is tette. Mennyi az a kis pénzecske? 200... Várjál, mennyi? 150 dollár nagyjából. Sőt, kereked? Köszi szépen! Azért ez eléggé jó egy ilyen kis munkáért. Most már több hely is van a garázsba. Bármi más, dumcsi meg ilyenek. Nem nagyon. Hopp! Jaj, még egyszer, bocsánat. Véletlenül nyomtam rá. Na de, hát más is észrevettem én ebbe a komment szekcióba, amit feltétlenül nem akartam, de elméletileg ez a kis golfkocsi így... Hopp! Hol a kulcs? Nincs is kulcs? Nincs is kulcs! Elektromos! Ez megy! Huiiiiii! Mi az, szari? Nekem egy golfkocsi, már mint hogy így... hogy teker? Amúgy annyira nem. De hogy így... Ezt így felrakjam hátúra, platóra, aztán vigyem haza, vagy mi legyen vele, nem tudom. És jobbra húz, de mint az állat.
Csodálatos. Fajna járgányod, majd hogyha okom is lesz rá, akkor majd komolyabban lenyúlom. Most még egyenlőre nem leszek rossz barát. Szóval ez maradjon itt. De hát megy. Hát végül is figyelj, azért lehet ide pakolni. Majd meglátjuk, hogy lesz rá szükségünk. Na de, szerezzünk még szemetet. Bíznék benne, hogy esetleg valakivel még itt találkoznánk, akivel új barátságok köttetnének, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy mindenki jó van ott bent szépen, ahol van. 7 darab szemetet találtam, ha jól számoltam, de többet nem. Szóval az az érdekes, hogy ezek nincsenek egyszerre leszpavnolva. Mondjuk egyébként, itt van még 2. De ezzel előbb mondjuk nem volt itt, szóval ezek szerintem azóta spavnoltak még le. Így igazából már egész jók vagyunk. És ez itt 10 darab, oké, zsír, akkor elszaboltam egy picikét, de tökéletesek vagyunk. Most pedig csak mindenki maradjon veszteg, oké? Nem szeretnék kihullásokat. És mindegyik fönnmarad, zsír. Jó nagy ez a plató. Illetve majdnem mindegyik, egy kivételével. És akkor nem tévedek, ez egészen pontosan 100 dollár lesz, uram. Pergessen. Wait! Ott a pénz az előzőért is, a bútorokért is. Az kérlek szépen 0. Nagyon jó. Nem, most frissítette be. Egy 20-25 dollár, 30 dollár, igen. És ezért pedig pontosan 100 dollár. De szépen köszönöm. Öröm volt magával üzletelni. Esetleg valami új. Okay. Just put the fucking bags in your reception. Közben meg észrevettem, hogy ez itt junk. Huh. És ez egy szivattyú junk, és ez olyan junk szerintem, ami nem ide való, hanem jó vasárba van, szóval elvihetjük magunkkal. Így ez bedobom, hát ha lesz egy jó kis ára Johnny Junksnál. Visszatérve erre a kis szolid emelkedőre, ugyebár semmi okunk nincsen arra, hogy mi itt felmenjünk. Viszont mi offroadosok vagyunk, szóval a világ legindokolatlanabb és a legveszélyesebb helyeire megyünk fel, miközben ezt nagyon élvezzük, szóval let's go! Hódítsuk meg ezt a dombollat. Lehet picit lekoppant az alja, de semmi gond, mert van alatt a Carter védő. Nem, amúgy nincs. Figyelj, hát talán nem a méteres sziklákon kéne, hanem egy kicsikét odébb. Mondjuk melyik oldala a megfelelő. Talán ez... Gyerünk! Nem jó. Esetleg lendületből. Mondjuk... A nagy sziklák azok még hozzá is tesznek az élményhez, szóval igazából ott kéne mennünk, de most még nem elég a hasmagasság szerintem ehhez. Nagyon szép, és fogd meg, menjél! És igazából, hát nincs ide fönt semmi, mink erre számítani lehetett, de megvásztuk! és ide föntről még. Meredekemnek tűnik, mint oda lentről. Nagyon ügyes vagy, azért van benned erő, hogy majd rádió tornyokat meg tudjuk vele hódítani. Az megint egy más kérdés, most hon vagyok? Pont egy rádió torony fele megyek, itt van a folyó, meg ilyenek. Remélem nem fog megzabálni medve vagy valami, de igazából nem úgy tűnik eléggé békés. Jó, menjünk haza, előtte adjuk le a motort, de holnap lesz egy pár tervem, maradjunk annyiba. És hogy látom, respawnolnak a szemetes zsákok, tehát ez egy örök érvényű pénzszerzési módszer. Hogyha esetleg nagyon-nagyon legatyásodnánk, akkor értékes zsákok helyett gyűjthetünk akár szemetet is. Király. Mennyit adsz a motoré? Okay. Eléggé epic junknek tűnik nekem. 300 dollár! Johnny, imádlak, barátom! Ebből ma még turbós szekér lesz. Még egy mosógépet is láttam, szóval 767 dollár, jó, de finom. Ja igen, egyébként feltűnhet, hogy az autón megjavultak a törések. Ez azért van, mert mindig, amikor kilépsz a játékból és visszalépsz, az összes ilyen karosszéria gyűrődés megjavul, ami nagyon jó. Lássuk be, így My Garage után nagyon-nagyon jó, és nagyon élvezem. Nem feltétlenül kell ezt túlságosan túl misztifikálni, hogy mindig meg kelljen azokat javítani. Jó, ez így. Na de mielőtt még nekiesnénk a turbós projektnek, azelőtt némi erőpróbár lenne szükség az autóhoz, hogy így felemérjük, hogy jelen esetben milyen állapotban is vagyunk, és ez szerintem tökéletes, hogyha ezt a gyönyörű szép kis versenyt megpróbáljuk lehozni, ami valószínűleg nem fog sikerülni, már csak egy pálya ismeret
hiány is, de, de igazából végig is. Why not? Azt nézem, hogy ott lent, ott van egy checkpoint, meg ott van egy checkpoint, szóval bőven le lehet vágni azt a kis szakaszt, és talán le is kell, szóval azzal nincsen probléma. Azon kívül meg egyébként ismerős az út, szóval nagyjából tudni fogom a dolgot. $50 felrakni. Annyi baj legyen. Sunday 12 PM. Hogy milyen nap van most, ezt nem tudom, de amúgy szerintem mindegy. Most ha én így akarom, akkor... Tíz másodperc múlva indulunk, oké. Kuplung, fék, gázpedál, ilyen ismerős. Isten, mi a szar? Hogy kilőtt? Mint a villám. De azt most meg megáll, nézd meg. Jaj! A fülye szalagkorlát megdobott! Semmi baj, bocsánat, mély levegő. Koncentráció. Trükkös balkanyar, hát a csávókám azért ugyannyira nem siet. Hú, ha mondjuk beverette azt a kanyart. Főleg az lenne hatékony, hogyha nem hátrafele néznék, hanem előre. Nagyon remélem, hogyha éppen akar majd visszaelőzni, akkor nem fog így keresztül húgyozni, és így kirepít a világból, mert belém bagol. De én nagyon szedem a lábamat. És remélem, hogy nem fog engem utolérni. Itt lesz ez az érdekesebb szakasz, hogy neki vajon mennyivel fog jobban menni, mint nekem. Mint például itt, jajajaj, igen. Már egy párszor mentem itt tudom, hogy egy balkanyar jön a híd után, meg ilyenek, de... Hát még annyira nem sokszor. Jaj! Mit meg nem adnék egy működő visszapillantó tükörért, nem merek hátrafordulni, abban a pillanatban fogok meghalni. Na jó, amúgy is, szóval igazából így már annyira nem is para. Let's go! Nem láttam még, hogy érkezik, szóval ez így egyelőre egészen jó. Nagyon fontos, hogy a space a fake. Igyekszek rá odafigyelni. Hello! A rész elején tankoltam. Mi az, hogy mindjárt kifogyunk? Most álljak meg verseny közben tankolni majd, vagy mi a terv? Értem én, hogy összkerékbe egy kicsit többet eszik, de hát azért ennyire csak nem. 50 literes tankkal, vagy 40 literessel minimum. De egyébként egészen jó haladunk. Azt kell, hogy mondjam, víz után egyből egy balos, itt jön a kis levágás, ugye? Ezt már sikerült megjegyeznem, és utána innentől jön a jó rész, ahol olyan csapatos, és nem nagyon látom a barátunkat. Ó, jobbra volt a házam, balra itt le, igen, itt vigyázni kell ennél a résznél, mert junkok lehetnek az út szélén. Itt jön majd a trükkös kanyar, szóval viszonylag nagy fék, itt van a junk, igen. Ide szoktuk mindig beszpavnolni. Jól sikerült már memorizálni viszonylag. Hidas rész, fékkel már sokkal könnyebb. Nem nagyon tudok hátranézni, amennyire szeretnék, de benzinnel még bírjuk. Léci, tartson is most meg ki a végére. Ez lazán nyerhető. Ez a miénk lesz, milliómosok leszünk és trófea birtokosok. Úristen, ez nem gondoltam, hogy ennyire easy mondjuk, hát ki tudja. Lehet, hogy ez az első verseny, aztán meg majd be fog keményedni. De egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy lassan szigregyeres. Átveretjük a városon és meg vagyunk. Üres tankkal, lendületből fogunk szinte begurulni. De ott van. Köszönöm szépen. Hello! Ezt nem így akartam, de egyébként így is jó lesz. Menjek oda? Beszélni kell? Alá kell írni a papírt? Vagy mi van? Most nyertem? Haló? Te ne guruljál már, mit csinálsz. Haló? Átmentem a célon, ugye? Tehát ezt mindenki látta. Na mi van? Nem sikerült, hogy... Nem szólok be inkább. Ne! Miért mozdult a fa? Hogy szakadnál meg, hát nem látod, hogy ott állok, hülye gyerek. Na most mi van? This is for you. A trófea az egyéb. Oh, egyéb a trófea, köszönöm! Ez a tier 1-es trófea, és pénz, nagy pénzek. Legalább csak amiből ki tudom fizetni, hogy összetörted az autómat, nem? Na jó, hát akkor itt $50 kerül a boldogság, és hát nem kapod vissza csak trófea formájában, de figyelj, mennyire menőn néz már ki, tier 1-es trófea, ami akkor valószínűleg nem véletlenül tier 1-es, hanem lesz majd tier 2-es, és ahol már valószínűleg nem behúzott kézifékkel fog utánunk jönni a csávó. Nem merem megnézni az autómat, hogy mi lett vele. De ott egy junk. Zsír, akkor végül is ezt el is vihetjük. Még meg kis kell köszönöm a végén, hogy megtaláltok miatta. Hát az elejét a stelibe kapta a fa. Lett az egy kis behorpadás, és a hátulja pedig... mint a most jött volna le a gyártósorról. Semmi baj nincsen ezzel, berakjuk a junkot. Lökünk egy kettest, és szerintem fel is megyünk ezen a domboldalon. Nézzük csak.
Nyomjad! Jó, talán ott nem megyünk föl, de hogyha ez a lankásabb része jövünk, akkor még sikerülni is fog. Gyönyörű, gyönyörű. Hol van itt egy patka? És szerintem meg is érdemli az itatást. Szerintem meg is érdemli. Rakjuk tele. Zsír. Akkor azért kalkulálni kell mostantól, hogy kicsikét gyorsan fogy a benya, de semmi gond, mert a pénz meg gyorsan jön. Mondjuk lehet, hogy azért fogyott gyorsan a benya, mert nem volt becsukva a tank ajtó igazából. Ha már legalább tank sopkodítsa a játékban, legalább ezt becsukhatnám. Na mindegy. Kis kaját is veszünk, és hogyha vájtoljuk, akkor már egy kis kaparós, amíg pluszba ki nem jövünk. Mármint ugye 10 dollár felül. 2 tízezres, és még 2 maradt lefordítva. Léci. Léci, jaj, ne! 50 dollár! Jó van, lemegy a nap, mire itt végzek, szóval ezzel tökéletesen megelégszek. Már ennyi. Akkor ide majd visszajövünk legközelebb, amikor már újabb trófea. Oppa, basszus, a trófeát ott hagyjuk. Tehát amikor már az új trófea kint lesz az asztalon, és már azért lehet nevezni. De most egyenlőre, ahogy látom, nincs. Akkor is csant. Hát ez azért nem volt egy túl nagy erőpróba, ugyebár. Viszont tehát, hogy a víztoronyhoz 300 dollárt kapunk, hogyha elmegyünk, ami hát valószínűleg így nehéznek hangzik. Úha. Azért van egy szint különbség. Hogyha már ennyi pénzt kapunk ért, akkor az általában úgy nehéz szokott lenni. Ehhez... what? Várjál már, ez most... Ha arra van, akkor nem is a kovástól, hanem ott a kilátó fele. Ja, az nem egy kilátó, hülye, az a víztorony. Hát akkor van oda út, miről beszéltétek. Akkor elindulunk arról, és reménykedünk benne, hogy nem lesz annyira brutális. Vagyok, ahogy látom, azért van odáig távolság. Igaz, hogy... addig lesz egy szintkülönbség, de hát na, ha szépen fokozatosan tesszük meg, nem lesz itt akkora nagy probléma szerintem. Szóval itt veretünk ki balost, összkerék bekapcsolva, nyilván mindig, már a WC-re is összkerékkel megyünk ki. Ajaj, hát azért lentem nem kéne menni, mert akkor bajba leszünk. Hanem én inkább fölfelé szeretnék menni, mert a víztorony elméletileg fönt van. Hova a bánatba megyünk? Ajaj. Oké, azt hiszem értem, hogy miért mondta azt, hogy nincs oda út. Ez egy vízmosás, nem út. És tele van sziklákkal. Ez menni fog ez szerintem. Ó, és nem koppant az alja. Nagyon jó. Szépen közre fogtuk. Jó van, hát eddig csak lefele mentünk, de semmi baj. Egyszer majd csak menjünk főfele is. Például most, hogyha itt veretünk egy balost, hiszen itt van ez a hajtű kanyar. Jó van. Ez a lendület, ez maradhat, nem vesszük el a gázt. Oké, játszunk ilyet. És a és akkor még talán sikerülni is fog. Ott egy kicsikét elgondolkozott, de meg vagyunk. Hát nagyon jó. Csak megálltunk, így kell megállni pontosan és szépen. Ezért egy kis autónkkal valószínűleg baj lett volna, de ezzel így easy. Azt mi van itt? Mármint azon kívül, hogy egy csap, valahogy beszeretnék menni. Mármint, hogy így... Nincs kapu? Ez... What? A kocsiról, hát persze. Figyelj, ezen piknikezni lehet a tetején, tehát konkrétan szoktak is szerintem. Nem akkor még, hogy létrának használjuk. El is forgatjuk, és elméletileg a bácsi odalent most nagyon örül nekünk. De belül nincs autó. A Léci mondta, hogy van valahol. Hál a jó Istennek. De örültem volna, hogyha itt halok meg éhen szomjan, mert bezártam magamat. Van ott egy nagyon gyanús, nagyon hosszú út. Ha már eljöttünk erre, nézzük már meg. Hát, ha van valami a végén. Ha más nem, akkor fák, de hát végül is az is valami. Uha, de kijön. Jó van. Király. Na, szóval erre tovább. Innen jöttünk. Egészen kis easy útnak tűnik nekem. Semmi váratlan fordulat. Oké, hát akkor menjünk. Ha már így begurult. Jó, most fék. És, na várjál, mi? Az ott jól láttam? Ott láttam valamiféle... Ó, nem. Azt hittem, hogy ott kéne felmenni, de nem. Erre kéne felmenni. Úristen! Nincsen valami family friendly útvonal? Van erre, és van ott egy autó. Vagy... What? Ez a mi autónk? Így kinézetügyileg, csak hát nem az enyém, hanem egy hasonló, és nem tudok valamit guberálni belőle? Adjál már valami jó útot. Hopp, motorászatot fel tudtuk pattintani. És egy blokk, ami az ott a szívó oldal.
Igen, ez a kipufogó oldal, szóval... De várjál, most eleve karburátoros. Tehát, hogy a karburátort azt végül is lehet turbosítani, ezt már láttuk a my garázsba. Ezt kell csinálni hagyományos folytószelepesre, azt hiszem befecskendezéses a neve, fingom sincs. De ez ahhoz egy szívósor szerintem. Szóval ez nekünk nagyon jó. Szóval meg kapom is le, és elviszem magammal. Gondolom ott meg lehet ezt venni a kisbódba is. De mi van, ha nem? Exhaust. Ó, nem, ez leömlő. És a turbós leömlő. Így bizony. És a blokkot is ki lehet kapni. Hát végül is, ha ne hagyjuk már itt. Még úgy néz ki, mint egy... Hát, na, hagyd ne mondjam. De végül is, why not? A henger, fej, csavarokat így nem nagyon látom. Szóval... Amúgy lehet, hogy nem lehet kivenni. Próbálom, de nem. Ott jelez valamit, amit így le lehet venni. Ó! Oh. Mellém esett egy mosógép közben, zsír. Hát itt a hátulján van valami, amit nem látok. Hát nem tudom, de mondjuk azt, hogy ez volt a loot. Oké, ezt be a kocsiba, ez jó fog még ma nekünk jönni. És hát szerintem ez lesz az erőpróba, főleg, hogy itt az alján megálltunk. Most innen nyomunk innek egy kövéret, és megpróbálok valahogy, hát úgy... Na jó, talán próbáljuk egy kicsit a jobb lendülettel. Mert ez eléggé síralmas. De lendület nélkül addig jutottunk, kicsi lendületből, mondjuk így, mert az egy nagy lendületet nem lehet, mert széthullik, és done. Hát ez kampó. Húha, bekapott egy mókust, hogy mi volt ez a hang. Ez itt kampó, apukám, itt nem tudunk felmenni, szóval végre találtunk egy helyet, ami kifog rajtunk, így a turbósítás után, ide vissza fogunk jönni, és meg fogjuk nézni, hogy hát mi az, ami változott. Szóval irány be a városba, a boltba, és... Lássuk, hogy miből élünk. Ja igen, meg úgy eltekertem a csapat főnök. Ügyes vagyok? I might have another job tomorrow. Holnap talán egy új munkával is tud nekünk szolgálni, és akkor ez bizony $300, ami azt jelenti, hogy $1000 fölött vagyunk már is. Lájon mely a biznisz. Csá, te ki vagy? Téged még így nagyon nem láttalak. Nagyon furcsán kerülik a szemkontaktust ezek a falusiak. Tán ez valami... Tán ez valamiféle rossz szokás? Valamivel sátikálsz? Ne is vedd el a tekintetedet. Tudom, hogy... Gyanús vagy te nekem. Nagyon gyanús. Komolyan mondom. Nem lehet ennyire kerülni a szemkontaktust. Ember így még nem került-e. Adjuk abba a hülyeséget. Mit hozz nekem mesélni? My service guy quit, and I have all these cell towers that need maintenance. Oké, igazából azt mondta el nekünk, amit már tudunk, hogy ugye fel kell menni ezekhez a rádiótornyokhoz és karbantartani őket, el kell fordítani egy switchet és ennyi. Viszont át kell valahogy jutnunk a kerítésen, mert nem találja a kapu kulcsot. Ne aggódj, én ezeket már megoldottam. Ne is törd ilyeneket a fejedet, mert van annak más problémája is, ahogy látom. Szerintem vegyél vissza egy kicsikét abból a cigi mennyiségből, mert... Na, csak jóból mondom, de először, mielőtt még ilyenekkel foglalkoznánk, benéznék ide, hogy mi újság a turbóval, az, ha jól láttam, akkor ezen a soron van, és itt is van ez a kis kipufogó oldalunk, és hát bizony $200 spóroltunk ezzel a loot-tal. Amúgy a turbocharge az 650, wow, turbóhoz cső, welding wire, oké, nem tudom, hogy minek, meg ilyenek, de van. És ennyi? Minek ide cooler? Eszik az hideget, meleget, nem finnyás ez, szóval nem kell ilyenekkel foglalkozni. Ezt így most meg is vehetném, viszont ez nekem nagyon azt sejteti, hogy akkor a kereszt a turbót össze is lehet lootolni. Nem azt mondom, hogy most végigmegyünk a világon és megkeressük ezt a turbót, mert valószínűleg nem. De ott, amikor lementem odahoz a tóhoz, ami ott a házam mellett van, ott láttam valami fura sátorféleséget. Azt megnézném, hogy az micsoda, és ha jól tudom, az erre kell menni ehhez a brutális úton, na arra is kíváncsi vagyok, hogy ott vajon át tudunk menni. Szóval egy picit, mintha jobbra húzna így néha az autó, mondjuk nem értem ezt, hogy néha, de azt mondja, lehet, hogy megérni megnézni. Lehet, hogy pont ez a barra út vezet le oda a tóhoz? Lehet. Aha, valahova levezet, ami tóval kapcsolatos, az már biztos, és igen, talán ezt láttam, mi ez? Ez egy tartálykocsi. Igen, valamiféle cső, és ott van. Ja, az hülye, az nem sátor, hanem egy konténer, ami pont olyan szögbe állt, mint hogy egy sátor lenne igazából. Hát nézzük meg, hogy mi van itt. Ez nem tűnik úgy, mint hogyha itt nagyon sok minden lenne. Super heavy. Hát biztos sokat adnának érte a vastelepen.
De alig ha kétlem, hogy ezt így a plató elbírná. Hát akárhogy is turbót így nem nagyon látok. Ki hitte volna. Szóval, ja, ez itt csak így van. És van itt egy... Hát ezt nem tudom elmondani, hogy micsoda. Ez egy csap. Igazából igen. Ez egy csap, és itt van egy vizes tartálykocsi, ami interaktálható. Tehát konkrétan meg lehet tölteni vízzel, és akkor gondolom el is lehet kötni. Hátul ki tudod ereszteni, rá tudod rakni a slagot, és akkor az öntözni. Azt mi a bánatot akarnék én ezzel öntözni? Hát ha még azt mondom, hogy lemosom a kocsit otthon, de hát akkor inkább belehajtok itt a tóba, vagy valami, nem tudom. Hát ez fura. Van ezen vonó horog? Ha végül is adta az élet, akkor miért ne vigyük az a... Van. Akkor szerintem meg is vagyunk. Van ott egy sziget. Az még nekem gyanús. Majd legközelebb azt is megnézzük, hogy van-e odakint valami. De először is ezt felcsatolnám, és hazavinném. Már fönn is van. Fogjuk rá? Szerintem jó lesz. Hát mondjuk egyedül se vagyok biztos, hogy innen haza tudok menni ugye ezen a nehéz úton, póttal meg aztán főleg, de figyelj, próba szerencse. Egyáltalán nem érzem, hogy sokkal jobban erőlködne az autó, szóval nincs nagy baj egyenlőre. Mindegy, csak a lendületről szól, meg arról a nagy körről, ami nagyon tud fájni. Basszus. Hát most kis kanállal kéne összeszedni az autót, hogyha reálisak lennénk, de szerencsére nem vagyunk. Jaj! Innen a bozótosból megindítjuk. Hát ha... Csak rakjad a kettest! Azt menjen, ott vissza egy egyes, még erőtartalék képződik a motorba, és sikerülni fog, csak azok a bánatos fák ne lennének itt, ó, ne már. Oké, ez is egy jó erőpróba lesz, el innen. Ezt az utánfutót én itt csak azért is fel fogom húzni, szóval ezt itt szépen itt hagyjuk, és majd még visszajövök érte, turbósan. Mondjuk ezt elfelejtettem, hogy a másik irányba is nagy a lejtő. Mondható. Viszontok, hogy jött egy turbó. Nem kis igaz. Jóféle kis másfél bárt fogunk rá durrantani arra az éppen lélegző és egyben lévő blokkra. Biztos nagyon fog örülni nekünk. Természetesen visszajöttem a trófáért meg a cuccaimért, de a leömlőt elnyelte a föld. Csodás. Viszont cserébe találtam egy újabb motort, szóval mégis profitba jövünk ki. Not bad. És ott is van a csiga a zsír új leömlővel. Viszont, hogyha a csövet lekövetjük, akkor itt a másik oldalon láthatjuk, hogy valószínűleg valami nem az igazi, szóval igen, amiről beszéltem, ide pillangó szelep és a másik szívósor kell. Szóval meg jó, hogy megvettük ezt a légszűrőt, igazából nem tudom, hogy van-e a turbóra légszűrő. Nem muszáj, ugyebár, de majd azért megnézem. Ha nincsen, akkor így jártunk, túléljük, de erre mindenféleképpen szükségünk lesz. Hát remélem nem annyira drága. Hát ebben még így sincs fék, hogy jó gombot nyomok, az a helyzet. Ó, ott van a légszűrő $35. Itt van a folytószelep $100, és a szívósor $200. Annyira nem durván drága, már amúgy is hoztam magam egy mosógépet, amit elviszek, meg azon kívül mondjuk még egyet. És meg is van. Hát egy kicsikét leestem az útról, hála a féknek, és amikor ideértem, mert próbálok visszajutni, akkor kírt, hogy New Challenge Discovered, ez itt egy siratófal, kérem szépen, ami azt jelenti, hogy hát sírni fogsz, eléggé keményed, amíg itt felérsz, és ez bizony challenge, tehát itt feljutni vele, úristen. Hát ez esélyét nem látom konkrétan semmivel sem, még a V8-al se. Tehát elméletileg akkor ez így reális, de majd meglátjuk. Feltűnt, hogy miért van egy emelő itt random az út szélén, és itt van mellette a mobból kiesett izém, gyújtás elosztom, és itt van a kibufogó leöblőm is. Hát ezt elbízzem el. Épp most jövök vissza a városba harmadjára, mert kiesett a gyújtás, vagy mi a... folytószelep a mobból, és bezzeg az nincs meg, érted? Jaj. Hát most már odaragasztom a kasznihoz. Szóval akkor oda kerülnek, amik kibagolnak. Zsír, végül is legalább tisztában van a fejlesztő, hogy ez megtörténik. Na és akkor most már végre megvagyunk, itt van a gyönyörű szívósor, és a folytószelep, szóval elméletileg indíthatjuk be, és ezeket meg legalább eladom a roncstelepen. És nézzük meg, hogy hogyan sziszek, hogyan szív, és hogyan hódítja meg az újabb helyeket, amiket majd meglátogatunk, meg a régieket, amiket nem sikerült. Nagyon jó beindult. Nagy gáz!
Van azért ott némi szívó hang, amit hallok. Igen, igen, igen. Azért nem kell itt a nagy prüszkölésekre számítani. Hú, más kirány. Hát azért még se egy ilyen lefújó szedepes japán vasról beszélünk, vagy valami brutál tuning autóról, hanem itt egy nagyon korrekt kis turbó beépítéssel, és ha bár nem szakad le a plafon, de azért na, egy kicsikét észrevehetően fürgébb lett a dolog. Nem is nagyon itt merem itt neki nyomni, mert meghalunk konkrétan, a fék attól még sajnos nem lett jobb. Menjünk arra a falra, ahol fel akartunk menni. Végsebessége természetesen nem erősebb, egyébként ez eddig fel se tűnt, nem is realizálódott bennem igazából, hogy 45 km per óra a maximális sebessége. Hát most azért megléptük az 50-et, de ott tényleg megáll a tudomány teljes mértékben. Hú, már is volt. Tehát, hogy így, ja, de hát miért akarnánk többen menni? Ez nem erről szól. Ugye itt találtuk a turbós leömlőt, nézzük álló helyzetből megindítva. Ez jóval határozottabbnak tűnik. Hú, de az nehézkes volt. De végül is fölment, tovább jutottunk, mint eddig, de... hát igazán csak eddig. Talán, hogyha nem ennyire fullba nyomom a kretént és verem telibe a sarat, hanem egy kicsikét próbálok okoskodni. Mi történik? Most még egyszer! Tök felé ez a külső kamerádézet, csak hát a bokortól nem látok. Próbáljuk meg az egészet lendületből. Próbálom itt nem nagyon durvan odavágni. Jaj, hát késő, és már engem. Hiába, itt nem tudsz lendületet venni. Akkor bizony ide még a V8 kell. Menjünk a rövidebbik útra, ahol az utánfutó van. Utánfutó felcsatolva, pici lendülettel megindítjuk, és megpróbálom kikerülni a követ. Nem érdekes, akkor megpróbáljuk szintiszta erőből. Jaj, nem jó. Na jó, kicsikét nagyobb lendülettel. Így már azért mennie kellene, mert ha nem, akkor nem sokkal lettünk ám erősebbek. Sőt, aha. Anne. Hát ugye már ennyire kicsit számítani itt a turbó. De mondjuk hát ugye a turbót fordulatszám kell, meg mit tudom én. Meg hát a lendület akkor is hiányzik, meg a tapadás. De hogy így, Én akkor is felbélyek, csak jó lendületre van szükség, és jó kell kikerülni azt a követ. Kicsit arra kidobjuk. Itt még fölmegy. Jaj. Oké, utánfutó nélkül. Esetleg jobb a helyzet? Ó, igen. Határozottan. Aha, így már meg is tud indulni itt akár fönt is. Hát nem annyira brutálisan, de olyan alacsonyan ül, hogy ezekbe a hülye fákba fennakad. Hát ezt nem hiszem el. Gyerünk, akkor kikerüljük őket. Hát konkrétan mindig fönnakadunk bennük. Nem lehet átmenni rajtuk. Gyerünk! Jó! Jó, 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 átbillent! Meg vagyunk! Yes! Felértünk, miket, hogy utánfutó nélkül, és kiszkippelve a felét, de megvan. Hát, jó. Jobb a turbóval. Sokkal kevésbé, mint amire számítottam, és azért még mindig nagyon nagy akadályok vannak előttünk, szóval hát útban a V8 felé, azt kell, hogy mondjam. De azért ügyes volt. Ügyes volt ez. Megmásza szépen, és nem hiszem el, hogy ennyire alacsony, hát ez nagyon magasan ül. Ott át kellene mennie. Nem tudom, majd tudunk-e a hasmagasságon növelni, de ezt majd kiderítjük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, innen folytatjuk legközelebb. Én még továbbra is nagyon élvezem ezt a játékot, mert van egy nagyon jó hangulat, remélem, hogy ti is, hogyha igen, akkor jelezzétek nekem egy like-kal, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!